Ez alatt az egy hét alatt, 18 éves kor alatt és 18 évesek fölötti egyetemista generációkat is tanítunk. Az meg azért rendhagyó, mert ott nem csak egyszerűen hegedű órák, vagy cselló órák, vagy zongora órák vannak, mint egyébként hagyományosan mindig mindenhol az oktatásban, hanem a művészek együtt játszanak, együtt lépnek fel a diákokkal. Azok a művészek, akik itt vannak, egy elsőrangú nemzetközi zenekarnak a hétvégi műsorát több koncertre, mint szólisták, egyedül megtöltik a nagy termeket. Na most sokszor egy ilyen koncerten, mint a Fesztivál Akadémián, egy színpadon van, hogy 3, 4, 5, 6 ilyen művész van. És hát az, hogy például Slomo Mintz részt vett a fesztiválon, mint közreműködő művész, az egy fantasztikus dolog. Szerencsére ő egy, mondhatni, régió barát, és azt is már elmondhatom, hogy nagyon szeretünk együtt játszani. It is clear for Hungarians what the Liszt Academy is. It is not quite clear for the international musicians what it is, and I think that with the connection of what Kathy and Barnabas are doing here, in many various forms, I mean, the dynamics brings in people to sit in a house, visit the house for a few hours, enjoy the atmosphere, and then come out of here in a different mood. Not aggressive, full of joy, full of positive things, using the music that is being heard. And it takes intelligence to preserve this house properly, in a proper way, in an eloquent way, in a delicate way, in such a way that it will make the functions of over a nation international meeting place. And so the work that they do, both Kati and Barnabas, is very subtle but of great, great importance. A 2018-as Fesztivál Akadémia, ez valami egészen különlegesre sikerült. Kati és Barnabás egy olyan társaságot szedtek össze erre a fesztiválra, ami tényleg párját ritkítja. Nem csak szakmailag, nem csak művészileg, hanem emberileg. Én még soha nem voltam olyan fesztiválon, ahol ilyen hangulat és ilyen koncentrált, komoly munka sikeredett volna tényleg egy héten keresztül, nagyon-nagyon megerőltetett menetben. Közben ugye a tanítás, a fantasztikus, nagyon sok tehetséges fiatal, akikkel együtt játszottunk, együtt kamarazenéltünk, ez is egy csodálatos ritkaság, hogy a diákokkal együtt tudunk játszani, és meg tudjuk nekik tanítani a legnagyobb mesterek egyes műveit. Na most hát, hogy mindezt itt Budapesten, a Zeneakadémia falai között sikerül létrehozni, ez ilyen a világon sehol nincs, és valószínűleg nem is lesz. Nagyon fontos, hogy ez megmaradhasson, mert egyre kevesebb hasonló dolog található a világban, és az, hogy ez ennyire csodálatosan működik, ez muszáj, erre oda kell figyelni.